Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bérek, csaták, szakszervezetek. Egymással is küzdenek a buszos érdekképviseletek. Baranyai fellépők, értékek Törökországban. A Vármegyébe is jönnek a kulturális évadban. A Transzszibériai Expresszel Oroszországon át. Képes élménybeszámoló az MCC-ben. Szélsőséges időjárás, extrém meleg után hideg. Sztrájkra készül az egyik buszos szakszervezet Pécsen, míg a másik azt is kétségbe vonja, hogy képviselhetik-e a sofőröket a tükebusznál. Közben nincs eredmény a bértárgyaláson, nem kaptak még ajánlatot a munkaadótól. A szaksz ragaszkodik az eredeti követeléséhez, míg az FDS szerint sehol nem emelnek ekkorát a dolgozók bérén hazánkban. Sztrájkra készül az egyik szakszervezet, a SZAKSZ a pécsi tükebusznál, mert egyelőre nincs megállapodás a béremelésről. A pécsi tömegközlekedést végző társaságnál működő másik szakszervezet, a Független Demokratikus Szakszervezet szerint a tárgyalások folynak. A SZAKSZ nem járt el úgy, ahogy egy érdekképviseletnek kellene. A tükebusz ZRT a kollektív szerződés előírásainak megfelelően december hónapban összehívta a bértárgyalást, ahol nem jelent meg a SZAKSZ képviselettel. Dobi István, aki a sztrájkot hirdette, ő már évek óta nem jelenik meg a tükebusznál a bértárgyalásokon. Meghatalmazást adott egy embernek, amit 2024-re visszavont. Vagyis Hofecker Ferenc szerint nem is képviselhették volna a dolgozókat, nem kezdhettek volna a bértárgyalásokba. Ezt Dobi Istvánnak tudni kellett volna. Ennek ellenére ő sztrájkészültséget hirdetett, illetve az egyeztető tárgyalásokat megtartását kérte a tükebusztól. Én úgy gondolom, hogy ez semmi más hangulatkelt és provokáció, hiszen megsértette a sztrájkhoz való lehetőségét azzal, hogy nem jelentek meg az előírt tárgyaláson. Az FDS is béremelést akar a tükénél, de nem olyan mértékben, ahogy a SZAKSZ képzeli. Azt én szerintem tudomásul kell venni mindenkinek, hogy 25%-ot nem igazán adnak sehol az országban béremelést. Próbáljuk megközelíteni mindenképp a ehhez közeli értéket. Nem kaptunk még ajánlatot a tükebusztól, illetve a tulajdonostól, a várostól. Az elnök azt mondja, január közepén ülhetnek újra asztalhoz a bérek ügyében. Kerestük a SZAKSZ elnökét is, Dobi István azt mondja, időben kérték a munkáltatót a bértárgyalások megkezdésére. A munkáltató először a levelünkre nem válaszolt, majd az ismételt megkeresésünkre tűzte ki december 12. napjára a bértárgyalást. A bértárgyaláson nem tudott a bérfejlesztés mértékről nyilatkozni arra hivatkozással, hogy a tulajdonos önkormányzat erre nem adott neki mandátumot, nem hatalmazta fel. Erre január elején sem került sor, ezért kezdeményezték a sztrájkot megelőző egyeztetést a cégnél. Az elnök tagadja, hogy felhatalmazás nélkül tárgyaltak a bérekről. Én nem tudom, hogy ezt a hülyeséget, erre csak azt tudom válaszolni, hogy honnan beszél. Több mint 100 ember az ott ülő alapszervezet elnökét megbízta azzal, hogy képviselje őket. A mi alapszabályunkban van egy olyan kritérium, hogy a megyei elnökök kollektív szerződés szintű megállapodást nem írhatnak alá. Ez csak az elnök, vagyis a személyem jegyezheti el. Ez azért van, mert sajnos a szakszereti mozgalomban tapasztaltuk azt, hogy a megyei vezetőket, ha megkörnyékezi a munkáltató, akkor elfogadnak olyan szintű megállapodást is, ami nem biztos, hogy a munkavállalók elvárásainak megfelel. Időközben annyi tagja lett a SZAKSZ-nak a tükebusznál, hogy már aláíró fél a bértárgyalásokon. Ezért az elnök visszavonta a korábbi szakszervezeti vezető aláírási jogát, és az újban már közölte, hogy a kollektív szerződést csak ő szignózhatja. Ezt magyarázzák félre, szerinte. Most azt nem értem, hogyha van egy ilyen belső levelezés a vezérigazgatóval, akkor ezt a Hofecker elnök úr például honnan tudja? Ez azt jelenti, hogy a szakszervezet, ez a szakszervezet, a Liebling, akit valószínűleg valamilyen szinten kedvesnek titulál vagy nevez a munkáltató, az én belső levelezésemről tájékoztatja a Hofeckert. Például a Hofeckernek ez mi köze van?
Dobi István elmondta, hogy továbbra is ragaszkodnak a 25%-os béremeléshez a Tükebusznál. Január 20-áig szabtak határidőt a megállapodásra. Ellenkező esetben január 28-án, illetve 29-én sztrájkot hirdetnek. 2023. szeptember-novemberi időszakban a foglalkoztatottak létszáma 4.755.000 fő volt, míg a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 34.000 fővel, a külföldön dolgozóké pedig 13.000-el nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké 6.000-el csökkent az egy évvel korábbihoz képest, írta a KSH. A 15-64 évesek közül 4.629.000 minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportra jellemző foglalkoztatási ráta 75,2% volt. A férfi a foglalkoztatotti létszáma lényegében nem változott, 2.435.000 főt tett ki, foglalkoztatási rátájuk 79% volt. A nők körében a foglalkoztatottak létszáma 31.000 fővel, 2.194.000 főre nőtt, a foglalkoztatási ráta pedig 71,3%-ot ért el. Isztambul és Angara lesz az úti célja a Pannon Filharmonikusok zenekarának a Magyar Kultúra napján. A baranyai előadók a magyar-török kulturális évad török megnyitóján vesznek részt, de a vármegye is fogad produkciókat az esemény sorozatban. Isztambuli városképek ezen a YouTube-os videón, a Boszporusz parti nagyváros az egyik helyszíne az idei magyar-török kulturális évadnak, ahol baranyai művészek, előadók is fellépnek. Magyar és török zeneszerző műveit adják elő, mondta stábunknak a kulturális évad lebonyolításáért felelős kormánybiztos. Egy olyan estet varázsolunk Isztambulba is és Ankarába is, ahol Bartók és Saigon művei egymás mellett fognak megszólalni, és erre a produkciója a Pannon Filharmonikusokat, a pécsi Pannon Filharmonikusokat szerződtettük és kértük fel, és kiváló szólistákkal együttműködve az új pécsi karmesterrel, Keseják Gergely vezetésével fogjuk ezt a gála hangversenyt a két nagy török városban megvalósítani. A zsolnai porcelán sem maradhat ki, ezért ajánlást tettek arra, hogy kiállításon mutathassák be ezeket a törököknek. Tárgyalásban vagyunk arra vonatkozóan, hogy ezek az ornamentikák, amelyek ugye a keleti díszítő kincset integrálták be a zsolnai örökségbe, hogy ezen apropóból valamiféle kiállításban megjelenítsük a zsolnai örökséget odakint. Ennek a végleges formája még nem készült el, ennek a kiállításnak az év második felében várható egy ilyen program, illetve hát a zsolnai, mint ajándéktárgy már benne van a protokoll ajándékok körében. Baranya nem csak ad, hanem fogad is produkciókat a kulturális évadban. A török nagykövetasszony pécsi látogatásán felkereste a lehetséges helyszíneket. A helyszínbejárás sikerrel járt, magam is találkoztam nagykövetasszonynal, aki pécsi látogatása során ellátogatott, megtekintette azokat a helyszíneket, ahol lehetséges lesz majd török kulturális programokat, művészeti produkciókat bemutatni, úgyhogy örömmel jelentem, hogy Pécs is, és véletleg Szigetvár is benne lesz, benne lehet a török kulturális évad magyarországi helyszínei között. A kulturális évad Magyarország és a Török Köztársaság diplomáciai kapcsolatai felvételének 100. évfordulója alkalmából indult. 1923. december 18-án írták alá a két ország közötti megállapodást, amit idén programsorozattal ünnepelnek hazánkban és Törökországban. Közel egy hónapot töltött Oroszországban, a legtöbbet a szibériai régióban az MCC egyik vezető oktatója. Útját a világ leghosszabb vasútvonalán, a Transzszibériai Expresszen tette meg. Hogy milyen élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodott, milyen most Oroszországban az élet turistaként, többek között ezekre a kérésekre kaptunk választ képes élménybeszámolója során a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képzési központjában. Dr. Kövér László, az MCC középiskolás program vezető oktatója 25 napot töltött Oroszországban. Leghosszabb ideig a szibériai régióban tartózkodott. Útját a világ leghosszabb vasútvonalán, a Transzszibériai Expresszen tette meg, egy barátjával együtt, ahol számos különleges élményben és tanúságos pillanatban volt részük. A Matthias Corvinus Kollégium pécsi képzési központjában tartott úti beszámoló során megtudtuk, milyen az élet most Oroszországban.
Ha non-stop Moszkvából Vlagyivosztokig el akarunk jutni vonaton, egy olyan 6,5 nap vonaton való tartózkodás. Én ezt úgy gondolom, hogy teljesen badarság lenne non-stop letudni. 8 helyen szakítottuk meg az utunkat. Moszkvától ugye keletre mondom Kazány, Jekatyerinburg, után eljutottunk Krasznojarszba, Irkutszk, a Bajkál-tónak a kapuja, ahol egy hétig tanyáztunk, és ismertük meg ezt a csodálatosan hatalmas, illetve hát ugye a világ legmélyebb tavát. Innen dél-délkeletre vettük az irányt Ulan-Udébe, majd pedig egy zsidó tagköztársaság Birobidzsán következett, Habarovszk, és végül így érkeztünk meg Vlagyivosztokba. Nagyon sok személyes találkozásban volt részük. Azt is megtapasztalták, hogy ha vonatjegyet kell venni, akkor azt nagyon időben előre kell megtenniük. A geopolitikai helyzet miatt bankkártyát nem lehetett használniuk, készpénzzel kellett fizetniük. A mostani képes élménybeszámolónak a mondani valóját is közölte a vezető oktató. Oroszország hatalmas, kulturális, történelmi és természeti értékekben hatalmas nagy tárház van, megkerülhetetlen, illetve azt kell látni, hogy jutunk során, és ezt őszintén mondom, hogy rendkívül barátságos és segítőkész orosz egyszerű közemberekkel találkoztunk, akik nyitottak voltak felénk, segítőkészek voltak felénk, tehát valamilyen szinten egy sztereotípiát szeretnék azzal eltörölni, hogy vannak elképzelésünk Oroszországról, az orosz emberekről, hiszen tudjuk jó, hogy különböző média tartalmak mindig az őrültségről, a végletekről szólnak, de igaz barátságos és csodás világ ez a maga formájában így egy turistának. A jelen orosz társadalomról gyűjtöttek rengeteg tapasztalatot a 25 napos turista út során. Hátizsákos turistaként utaztak, asszimilálódni próbáltak az oroszokkal. Megtudták azt is, hogy az orosz embereknek nagyon elege van a háborúból. Bele tudtunk látni, tekinteni tényleg akár az orosz emberek hétköznapjaiba is, lakásába, életmódjába, illetve gondolkodásmódjába, hogy mit gondolnak erről a, hát ők nem háborúnak mondják, hanem ilyen special operationnek, úgy illő ott mondani, de nekik is nagyon elegük van már a háborúból, mert ők se tudnak utazni, ők se tudnak vásárolni, a fiatalabb korosztályt nézzük, fesztiválok, koncertek lettek lemondva. A híradóba is én úgy gondolom, hogy már próbálják ezt pusholni, hogyha mondjuk van egy 30 perces híradó, abban 2-3 perc, hogy hogy áll jelenleg a hadszíntér. Hát reméljük, hogy minél hamarabb véget ér ez a dolog. Ebben az esetben akár NCC-s diákokat is elvihetnek, például Moszkvába, Szentpétervárra, mert kulturális, történelmi szempontból ezek fellegvárak, tette hozzá dr. Kövér László, az NCC középiskolás program vezető oktatója. Idén február 8-án kezdődik a busójárás. Az 5 napos télűzésre több 10 000 embert várnak. Tavaly rekordszámú 2200 maskarás és 70 busócsoport vett részt az ország legnagyobb téltemetésén. A népszokás leglátványosabb programjait a tradíciónak megfelelően az idén is Farsang vasárnap tartják meg. A busók február 11-én kelnek át csónakkal a Dunán, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak hatalmas mágiát a város főterén. Tegnap meleg rekordot mértek Magyarországon, 16,4 fokra szökött fel a hőmérő higanyszála Bátán. Ez sokakban aggodalomra ad okot, még mások örülnek a jó időnek, a hétvégén pedig megint jön a hideg idő. Persze mindez nem normális, ha komolyabban belegondolunk. Mindennek okát, magyarázatát kerestük, és azt, mire számíthatunk a jövőt illetően. Kell-e tartanunk nagyobb változásoktól földünk klímáját illetően? Nagyon különös, hogy karácsonykor árvízről beszélünk, Svédországban pedig mínusz 43 fok van, ami 25 éve nem volt azon a vidéken, mondta dr. Nagyváradi László csillagász, a PTE Földrajz és Földtudományi Intézet docense. Ma a tudomány leginkább azt mondja, most csillagászati értelemben, hogy az utolsó jégkorszak még nem ért véget. Tehát akkor mondhatnánk, hogy húha, hát akkor hogy vannak ilyen enyhetelek. Ez mondhatnánk semmi köze ahhoz, ha most van 10 éven keresztül ilyen nagyon enyhetelünk, és majd a március lesz fagyos, ami persze nagy problémákat vagy károkat okoz a világ élelmezésében, és nekünk magunknak is, akár hogyha járványok jobban terjednek, mert nem fagyott el télen ugye a természet, vagy hát azok a mikroorganizmusok, akinek télen ritkulni kéne, vagy eltűnni egy időre, ezek nagy problémát jelentenek, de ez egy nagyon rövid periódus. Ha a saját életünket nézzük, akkor ez nagy problémát jelent, de a Föld életében ez egyáltalán nem különleges, és beleilleszthetők ezek a szélsőségek, tette hozzá a csillagász. A tudomány azt mondja egyébként, hogy
a szélsőségek erősödnek, tehát leesik az a csapadék mennyiség Magyarországra is, ami kell. A gazdák mégse örülnek, mert egyszerre esik le, és mondjuk nem a tenyész időszakban. És nyáron pedig megvárjuk, és akkor meg aszályosnak érzékeljük, vagy hát a növények megszenvedik ezt, és azok kapcsán mi is. Úgyhogy a ezt lehet mondani tudományosan, hogy a szélsőségek azok erősödnek, ezek meglehetősen befolyásolják a mi mindennapjainkat. Ezért az ember által kiépített városi hőszigetek környezetében sokkal elviselhetetlenebb lesz a nyári meleg. Bolygónk szempontjából ezek rövid ideig hatnak, de az emberiségre nézve kártékony lehet. Az egyenlítői meleg és a sarkvidéki hideg levegő cserélődését is méri a tudomány, amelyben a vízáramlások is fontosak, fogalmazott az egyetemi docens. A Föld már sokszor volt idézőjelben bajban, de mindig az élővilág érezte, úgyhogy bajban van. Sosem a Föld golyó maga, tehát ő köszöni, jól van, jól lesz, és hát maga az ember egy nagyon érzékeny és hát erősen már mutálódott faj, tehát a technikai civilizációnk, meg az úgymond mesterséges élelmiszer termelés nélkül problémáink lesznek. Hát majd ezek a klímaváltozások azt mutatják, hogy máshol termelik meg majd a gabonát, vagy éppen más fajok, szárazság, vagy hidegtűrő fajokkal, vagy esetleg Finnország lesz a szőlővidék, és nem Franciaország, vagy mi sem esetleg sertésdírt, hanem majd olívaolajat használunk, hogyha a klíma melegszik. Ezek a folyamatok itt vannak, a szélsőségek pedig epizódok, amiket jól vagy rosszul elviselünk. A modellezések nagy prognózisokat nem adnak. Azt, hogy a február mennyire lesz hideg, a meteorológiai előrejelzések nagy biztonsággal csak egy hétre tudnak megadni, de az egy hónapos már kevésbé pontos prognózis. Az viszont kétségtelen, hogy csúsznak az évszakok, hangsúlyozta dr. Nagyváradi László csillagász. A régió híreivel folytatjuk. Rendkívüli ülés tartott Szekszárd megyejogú város közgyűlése. Az egy napi rendi pont előterjesztője Gyurkovics János a település alpolgármestere volt. A képviselők a december 14-i ülésen hozott döntést tárgyalták újra. A napi rendi pont tárgyalása előtt bemutatkozott Zsikó Gál Klaudia, aki harmadszor kezdte meg a közszolgálatot a hivatalban, ezúttal Szekszárd megyejogú város jegyzőjeként. Még korábban született döntés arról, hogy a Tarka SC Szekszárd kosárlabda csapata teremhasználati díj megfizetése nélkül természetbeli juttatásként használhatja a város sportcsarnokát. A korábbi, december 14-i közgyűlésen aztán az a döntés született, hogy szerződés nélkül senki sem használhatja a sportcsarnokot. A KSC jelenleg nem rendelkezik szerződéssel. Most a hiányzó írásbeli megállapodások megkötésének határidejét tárgyalták újra. Az új időpontot február 19-ére módosították. Ami bekerült, különféle szabályzatok, hogy el kell számolni a sportközpontba mindenkinek azzal, amit ott töltött időt, az idővel, ki mennyi támogatást kapott, milyen támogatást kapott, erre felszólítás az Oktatásbizottságnak egy felmérésre, ami alapján ki fogják számolni, melyik sportó egyesület mennyi pénzt szeretne kapni, és ehhez milyen támogatást kell nekik a költségvetésbe, majd a 2024 évi költségvetésbe. A képviselő hozzátette, véleménye szerint a KSC-nek átküldött szerződés egy tartozás elismerő nyilatkozat. Február 19-ig mindenki számolni fog, jönnek különféle táblázatok, azokat elemezzük és eldöntjük, hogy mi lesz. Arról továbbra sem született döntés, hogy a Szekszárdi klubot a város támogatja-e a teremhasználati díj elengedésével. Murvai Árpád, a közgyűlés, oktatás, sport és ifjúsági bizottságának elnöke korábban úgy nyilatkozott, nem üldözik és nem akarják kirakni a csarnokból a sportcsapatot, csupán jogszerű eljárást kezdeményeztek a hiányzó szerződések megkötésével kapcsolatban. A statisztikák alapján a tűzesetek jelentős százalékáért a kémény rossz állapota felel. Ennek megelőzéséről beszélgettünk Köves Péterrel, a Tónavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével. Ha a fűtési szezonban bekövetkező emberéletet követelő tragédiákról van szó, elsőként mindenkinek a szénmonoxid mérgezés jut az eszébe. A kéménytüzek sajnos szintén számos emberéletet követelnek évente,
és sokan nem is tudják, hogy ezek kialakulásának hátterében mi áll. A tavalyi évben, tehát 2023-as esztendőben 24 alkalommal riasztották a Tolna vármegyei tűzoltókat egyébként ilyen esetekhez. Összesen 21 települést érintettek ezek a kéménytüzek. Ebből csak itt a mostani fűtésszezonban, ami tavaly októberben kezdődött meg, a mai nappal bezárólag már 9 alkalommal riasztották így az egységeket. Itt legutóbbi időben egyébként december 16-án még Szakcson riasztották a dombovári tűzoltókat egy családi házhoz, itt egy a kéményben lerakódott korom izzott, el is távolították az éghetőanyagot a tüzelőberendezésből a tűzoltók, majd értesítették a kéményseprőket, és természetesen megtiltották a kémény további használatát a kéményseprőipari tevékenységet ellátó szolgáltató kiérkezéséig. Egy hasonló eset történt Bogyiszlón is 2024 első napjaiban, ahol egy saváló kéményben korom rakódott le, melynek égéstermékét sikeresen távolították el a tolnai önkormányzati tűzoltó parancsnokság munkatársai. Annak érdekében, hogy a hasonló eseményeket, eseteket azt elkerüljük otthonunkban, nagyon fontos itt a tüzelőanyag megválasztása természetesen, tehát ez lehetőség szerint száraz fával történjen, semmiféle kemikáliát, illetve hulladékot ne dobjunk egyébként így a kandallóba, cserépkályhába, egyéb tüzelő- és fűtőberendezésekbe. Ez megint csak a korom, valamint a kátrány lerakódását segíthetik elő adott esetben. Itt a kormot még egyszerűbben egyébként adott esetben eltávolítható egy kéményből, viszont a kátrány bizonyos esetekben már csak a kémény szerkezetének megbontásával távolítható el, tehát ez komolyabb anyagi utána költségeket fog maga után vonzani. Túlnyomó részt a tűzesetekért a lerakódások gyulladása a felelős. Ez a kémény tisztításának elhanyagolásából adódik, ezért is kiemelten fontos, hogy időben gondoskodjunk a megfelelő karbantartásról. Kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos ügyfélszolgálati telefonszám a 1818 9.1-es menüpont alatt található. 2016 óta nem esett összesen annyi csapadék, mint tavaly az őszi hónapok alatt. Somogyban mintegy 200 mm-nyi eső hullott a földekre. A szakemberek szerint ez jó a szántóknak és a fás területeknek, ugyanakkor a szőlőültetvényeken nagyobb védekezésekkel készülni a kórokozókkal szemben. Eltűntek a levelek, tehát a peronospora fertőzés az rendkívül erős volt, és itt látszik, hogy még a fürtök is gyakorlatilag tönkre mentek. Mediterrán, vagy inkább mérsékelt övi időjárás jellemzi hazánk területét 2016 óta. A szélsőséges időjárás pedig a szőlőültetvényeket is megviseli. Jó hír azonban a gazdálkodók számára, hogy a 2023-as ősz sok csapadékának köszönhetően a földek és a fásítások jobb állapotban vannak. A tavalyi évben, 2023-ban nem következett be ez a nagy asszály, tehát Somogy vármegye megúszta. Most a csapadék, hát kérem szépen, most 200 mm fölött vagyunk az őszi hónapokat tekintve. Agrárium olyan, hogy ha sok az eső, akkor az a baj, ha nem esik, az a baj, ha fagy, az a baj. Én azt mondom, hogy ha eső van, akkor ugye az régiek is azt mondták, ha eső van, akkor minden van. Tehát most már a talajok telítődtek. Kapos folyó és a Deseda közötti részen lehet látni vízfoltokat gyakorlatilag a vetésekben is. A víztározók, halastavak megteltek, amiről nem beszélünk sokat, például az erdőknek ez kifejezetten jót tesz, hiszen hatalmas erdőtelepítések vannak. Sok kártevő azonban nem pusztul el az enyhe tél miatt, mondja a szakember. Az elmúlt 6 évben a száraz idő azokat is hát alaposan igénybe vette. Most vélhetően, hiszen a víztározók megteltek, halastavak megtelnek, és ez a hiányzó csapadék, ez nekünk most gyakorlatilag jó. Jól telelték eddig a kalászosok, a repce is jól telelt, tehát nagy fagy nem volt, ami károsította volna ezeket a növényeket. Most vannak aztán olyan elméletek, aki azt mondja, hogy ha enyhe az időjárás, akkor sok kártevő áttelel. Hát bizony, már van igazság, mert valamelyik tojás alakban telel át, aztán lárva alakban, vagy imágó alakban a poloskák, amit ugye nagyon kedvelünk a poloskák, azok vigan áttelelnek. Nyilvánvaló, hogy tavasszal ezekkel ez gond, tehát korai tavaszi lemosó permetezésre lesz szükség, hogy védekezni tudjunk ellenük. Egy dologban ellenben ez a csapadékos idő, ez nekünk hasznos, például a mezei pocok, amit köznép úgy ismer, hogy mezei egér hihetetlen pusztításokat okozott. Szomszéd vármegyékben is láttam, nem is hittem, hogy ilyen nagy kárt tud okozni. Alföldön, Csongrád, Békésben,
halászosokban nagy kártyát. Most ez a sok csapadék, ez nem tetszik a mezőpocoknak. Az enyhe tél miatt sok helyen korábban rügyezésnek indulhatnak a gyümölcsfák, mondta Tóth István. Ennek a tavalyihoz hasonló tavaszi fagyok vedhetnek véget, és okozhatnak nagy kárt például a kajszi ültetvényeken. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Bérek, csaták, szakszervezetek. Egymással is küzdenek a buszos érdekképviseletek. Baranyai fellépők értéket Törökországban. A Vármegyébe is jönnek a kulturális évadban. A Transzszibériai Expresszel Oroszországon át. Képes élménybeszámoló az MCC-ben. Szélsőséges időjárás. Extrém meleg után hideg. Szombaton sokfelé esőre, záporokra van kilátás, délen, délkeleten és nyugaton élénk széllel. Vasárnap nyugaton többfelé hóba, havas esőbe vált a csapadék, de átmenetileg ónos eső is eshet. Többfelé erős, viharos lehet az északias szél. A hőmérséklet reggel 5-7, napközben 13 és 7 fok között alakul a hétvégén. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!